Magyarországnak, ha ismét importból beszerzett autóbuszokkal történik a budapesti autóbusz közlekedés megújítása. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A Budapesti Közlekedési Központ új buszüzemeltetési tendere a szolgáltatások kiszervezésén alapul. Ezt a megoldást a Jobbik elfogadhatatlannak tartja, mert hazánk polgárainak az volna az érdeke, a közpénzek felhasználása akkor lenne átlátható, ha a főváros autóbusz közlekedését továbbra is a BKV vagy más, de köztulajdonban álló cég bonyolítaná. Erre nem válasz a forráshiány, hiszen a buszüzemeltetési tenderre jelentkező szolgáltatók elegendő tőke hiányában ugyanúgy flotta bérlés vagy pénzügyi leasing útján oldják meg a kívánt járművek beszerzését. Ehhez képest a BKK a tendert kizárólag szolgáltatást kiszervezésre írta ki, azaz kizárta, hogy autóbuszgyártók jelentkezzenek. Ezen belül olyan követelményeket támasztott, hogy a kisebb magyar cégek még akkor sem pályázhattak, ha esetleg konzorciumba összeálltak. Ilyen elem volt például, hogy 50 darab folyamatosan közszolgáltatást ellátó autóbuszt kellett felmutatni, a különjárati közlekedést és a munkásszállítást kizárták. Olyan magyar kisebb cégeket ütöttek el az indulástól, mint a Home Kft., az iPli Busz vagy a Panorama Turist. Másodszor a műszaki specifikációban nyúltak bele, hogy az első körön túljutott kevesek még elméletileg se tudjanak magyar busszal pályázni. A magyar gyártók évek óta fejlesztik termékeiket a BKV elvárásai szerint, és számos alkalommal tesztelték is azokat Budapesten. Ezek a magyar autóbuszgyártók Kft. Közismertebb nevén az Arcikarusz, a Nabi és a Kraftex Kft. Látva a bizonytalan helyzetet és az ellenséges hozzáállást, az Arcikarusz nem fektetett pénzt egy újabb kocsiba és típusbizonyítványba. A Kraftex elkészítette a Credo Citadel autóbuszok típusbizonyítványát EEV kategóriás motorra is. Ezzel nem tudták kiszorítani. Ehelyett az üléskiosztással manipuláltak, néhányal több közvetlenül az alacsony padlóra dobogó nélkül szerelt ülést kértek, mert tudták, hogy a Kraftex buszait ehhez át kellene terveztetni, azaz mehetnek új típusbizonyítványért. Így nem csoda, hogy a Kraftexet, amely szolgáltatóként is bejelentkezett, mint gyártót alapból, mint szolgáltatót pedig az előminősítés során kizárták, és csak három külföldi buszokkal versenyző pályázó maradt állva, a Color Tours, az Orange Way City és a VT Transman. Elképesztőnek tartjuk, hogy versenyben maradt a tulajdonosi körének kétes ügyleteiről hírhet Color Tours Kft. A Pécsi Közlekedési ZRT korábbi vezetése a közgyűlés tudta és felhatalmazása nélkül gyanús körülmények között e cég tulajdonosi körének tevőleges közreműködésével adta el a buszokat, melyeket azután a város több mint 1 milliárd forintért bérelt vissza. A buszok az Zalaegerszegi törvényszék ez év februári jogerős döntése értelmében kerültek vissza a PKZRT tulajdonába. Ugyanígy esélyes az átláthatatlan céghálót formázó Orange Way csoporthoz köthető Orange Way City. E cégcsoport egyik tagja a foglalkoztatási botrányairól és fizetési nehézségeiről hírhet Germán Volán alvállalkozó, a most éppen Tribune Ventures Hungary ZRT névre hallgató, szétválás alatt álló cég. A belőle kiváló Gemenz Busz Kft. Adóregisztrációs eljárás alatt áll, adatai sem hozzáférhetőek. Az Orange Way City egyik tulajdonosa az 1 milliós jegyzettőkéjű V72 Kft. Ez év februárja óta NAV végrehajtás alatt áll. Egyetlen renoméja szempontjából legalább tiszta, részben külföldi tulajdonosi hátterű cég van a versenyzők között, a ma is szolgáltató VT Transman. A versenyben maradt cégek mindegyike külföldi beszerzésű, MAN, Mercedes, Volvo és Otokár típusokkal indult. Mai állás szerint már esély sincs rá, hogy 10 év elteltével ismét magyar gyártású autóbuszok kerüljenek Budapestre. Nem jelentéktelen, 50 plusz 100 darabos beszerzésről van szó, így a magyar gyártók, a Kraftex, az Arcikarusz és a Nabi kizárása azok csődjét, dolgozóik elbocsátását is jelentheti. Nem értjük, hogy a BKK által kiírt buszüzemeltetési tender előírásai hogyan felelnek meg a Nemzetgazdasági Minisztérium által képviselt közép- és hosszú távú fejlesztési elveknek, a hazai foglalkoztatás bővítését támogató kormányzati törekvéseknek. Ha az új autóbusz beszerzési tenderen külföldi gyártók járművei versenghetnek csupán, miként képzeli el a kormány a magyar autóbusz és haszongépjármű gyártóipar megerősítését? A Jobbik a leghatározottabban követeli, hogy a kormány tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a BKK ezt a tendert visszavonja, és olyan feltételrendszerrel írja ki, mely hazai gyártók elindulását is lehetővé teszi.
Úgy gondoljuk, hogy még egy, nem a kormány, hanem szintén kormánypárti közgyűlési többségű fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közlekedés szervező cég se tehesse meg következmények nélkül, hogy szembe megy a kormány foglalkoztatás és fejlesztési politikájával, ezzel méltán magára vonva a közvélemény haragját és ítéletét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr.